Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon ma vasárnap este egy kirakással, a Lenormand kártyákkal, egy szerelmi kirakással. Ezt nagyon szeretitek, ezeket a kártyákat, Kiromaketti Lenormand kártyákat. Méghozzá egy tükör kirakás. Hogy is alakul ez a lélektárs kapcsolat tovább, mi jelentkezik, mi fontos neked, hogy még egyszer oda nézzél, hogy meglássad, hogy hol vannak a témáid, vagy mit kell, hogy tegyél, hogy tovább haladjatok ezen az úton. És persze mielőtt a kártyákat keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed, koncentrálj a te jelenlegi helyzetedre, és először merülj bele a hangtál rezgésébe, persze, és még én a kártyákat keverni fogom, küldd el gondolatban, ami most neked aktuális, amit most téged foglalkoztat, amit szeretnél tudni, a kérdéseidet, persze minden gondolatba. És hogyha később is nézed ezt a videót, ti tudjátok, hogy az energia, az univerzumban nincsen idő, hanem minden most történik, és az energia eljut ide. Hunyd be a szemed! Úgy látom, hogy valaki sóvárok utánad, valakinek nagyon-nagyon hiányzol. Már régóta hiányzol neki. Lehet, hogy téged figyel, vagy szeretne tényleg biztos lenni benne, hogy is lépjen tovább, hogy is alakuljon ez az egész, és azért figyel, és lehet, hogy önmagába is megnézi a saját témáit, lehet, hogy fölvilágítja magát, vagy fölvilágosításra van szüksége vele a lélek kapcsolattal, a lélektárs kapcsolat irányával, vagy evel az összefüggéssel ő nála. Mert én úgy látom, hogy gondolkodik tényleg rajta egy új irányba indulni, lehet a te irányadban. Most azt megnézzük, hogy mit mutatnak a következő kártyák. Úgy látom, hogy vannak még egy kis nehézségei itten, és ezt nem tudta még eddig megoldani, és dolgozik rajta, de ez egy nagy, gyors változás fog itt rajta lenni, alakulni fog, szóval változás lesz. Megkérlek benneteket, ezek általános jelzések, és lehet, hogy csak egy pár dolog jellemző terált. Ez persze, nagyon sokan megnézitek ezeket a videókat, és aki tényleg komoly kapcsolatban van, vagy olyan konfliktus van önmagával, vagy nem tudja, hogy is alakul ez a további kapcsolata, ajánlom nektek tényleg, hogy egy személyes elemzést kérjetek, persze, én nem kínálok személyes elemzést, de vannak nagyon sok kolléganők, szintén magyarországiak is a YouTube-on, akik személyes elemzést is kínálnak, és tényleg, hogy az segíteni fog nektek, hogy a saját helyzeteteket meg tudjátok oldani. De látjátok, itt kijött a szóval a lélektárs, mint ahogy látod, és ez, hogy vezetett kapcsolat. Igen, ez ilyen sorsdöntő, vagy lehet, hogy az a találkozás, vagy fölismerés közöttetek olyan sorsdöntő pillanat volt, lehet, hogy a külsőleg ismerkedtetek, meg lehet, hogy most valahol vagy az üzletbe, vagy a városba, vagy valami
nyilvános helyen találkoztatok össze. Lehet, hogy az internetben találtátok meg egymást. Ez mindig a nyilvános helyet mutatja, a park. Na és most kirakjuk a kártyákat. Én 4x9 sort kérek, és a többi kártyával pedig persze, mint rá fogom rakni a negatív lapokra, hogy persze egy kis, még több világosságot kapjunk ebbe a lapba bele, jó? Remélem tetszik nektek. Hétvégén továbbképzést tartottam, igen, 3 napig. És tényleg nagyon sok volt a munkám, de ezen a héten is már tényleg, hogy vannak jócskán terminek, szóval Riki 2-es is lesz a héten. Ez ilyen online szeminár nálam, németül, meg a következő hétvégén Riki első tanfolyam én nálam. Ti tudjátok, én spirituális tanítós vagyok, Riki mester, és vannak egy pár terményeim már tényleg ez, erre a hétre is videó berátunk, az azt jelenti, hogy személyes videókat is készítek egy évre, de ezt mind németül csinálom. Még nem vagyok egészen biztos a magyarban, és nem tudom ezt még nektek ígérni. Tehát mondom, hogy van sok kolléganő, aki ezt nagyon jól csinálja Magyarországon. De remélem ez is segít nektek. Ezt tényleg ajándékként fogadjátok el. Látjátok, ez nekem egy nagy segítség, hogy tanuljak magyarul, hogy teljesen helyesen tudjak magyarul beszélni, és ez a spirituális kifejezéseket is gyakoroljam. Itt még közöttetek van valami nehézség, szóval még nem tud átlépni, nem tudja az árnyékját átlépni. Valami nehézség van közöttetek, valami nagy távolság van közöttetek. Ez nem olyan egyszerű dolog, vagy tényleg, hogy távolságra vagytok messze egymástól, vagy pedig egy nagy feladat. Ezt közöttetek megoldani. Na nézzük, hol vagy. Én úgy látom, hogy itt vagy, és te tényleg egy döntésre vársz, vagy egy döntést szeretnél, és oda is kinézel, és magadba, hogy eldöntötted, hogy hát igen, vagy nem, hát most mit gondolkodik olyan sokat rajta. Most szeretném egy kicsit szeretnélek benneteket egy kicsit fölvilágosítani. Ez a lélektárs kapcsolat, ez olyan, mivel, hogy nekem is tényleg ez a tanításom volt a hétvégén, és mindenki bemutatkozott, meg többen itt voltak, és akkor beszélgettünk is. Páran szintén ilyen lélektárs kapcsolatban vannak benne is, és férfival és nővel is beszéltem, hogy hogy is van ez az egész, vagy hogy is alakul is ez az egész. Ez úgy van, hogy ezt nem bírod összehasonlítani, vagy nem tudod összehasonlítani egy másmilyen kapcsolattal, mert az érzések olyan túl mélyek, és úgy érzed, hogy mint hogyha azt a valakit tényleg már örökké ismernéd, és annyira erős az a vonzás, hogy nem tudod elengedni őt, és ugyanazt érzi a lélektársad is szintén irántad, de hiába nem tud irántad még közeledni, mert még nem oldotta meg a témáit, és ez egy olyan nagy félelmet okoz benne, hogy ez tényleg, hogy megijed, hogy most milyen erősek ezek az érzések, hogy hát akkor, hogyha ez a nő engem elhagy, hát ezt nem élem át. És ilyen gondolatai vannak, és azért kell, hogy ezzel a nagy, végtelen szeretettel, hogy fejlődjön, hogy persze, hogy ne féljen ettől a kapcsolattól, és azért tart ez el hosszú időszakra. És hogyha kérdezed, hogy hát akkor mi van neki másik párja, vagy miért vett el valaki más feleségül, vagy miért van egy másik kapcsolatban. Azért, mert egy közönséges kapcsolatban nincs az a mély érzés is, nem olyan megbántható se, mint egy lélektárs kapcsolatban. És lehet, hogy próbálja ezt, ami neki félelmet okoz,
lenyomni, visszataszítani tudatalattiba, önmagát megvédeni ettől. Tehát ne féljetek, mert nem fogjátok elveszíteni. Szóval az a fontos, hogy te higgyél benne, és hogy te magadon dolgozzál. Amit ő neked tükröz, hogy az felold magadba, koncentráld magad a saját magadra, a te témáidra, és elhiszem, hogy te várnád, hogy egy döntés legyen, azt szeretnéd, várnád, de minél biztosabb vagy benne, minél több az önbizalmad, annál jobban fog, annál pozitívabban fog ez az egész alakulni. Tudatalattiba várod nagyon tényleg, hogy meghívjon, hogy randi legyen. Tényleg ez neked egy nagy fejlődés lenne, mert úgy érzed őtet, hogy olyan nyugtalanságot érzel a lelkedbe, úgy, hogyha úgy rátok, egymásra gondoltok, lehet, hogy érzed szintén ezt a vonzalmat. Lehet az is szintén, hogy már kapcsolatban vagy vele, és titok kapcsolat van közöttetek, hogy találkoztok csak néha. Mert én itt látok a tudatalattidba, és szintén még egy kígyót, szimbolizálhat itt még egy másik nőt is. És te szeretnél tényleg egy megoldást a tudatalattidból, hogy egy valami megoldást találják, hogy ez tovább menjen, tovább alakuljon. És szeretnél tényleg ki egy döntés, hogy itt legyen. Itt a lélektársad, nézd csak, ő nagyon-nagyon néz a külvilágra, az azt jelenti, hogy most vagy, hogy mit mondanak a szomszédok, a munkatársak, a szülők, a mit tudom én, lehet, hogy valami munkahelye van, ahova fölnéznek rá, nyilvánosság, vagy pedig meg szeretne téged hívni egy nyilvános helyre, lehet, hogy egy kávézóba, vagy moziba, vagy táncolni, vagy én se tudom hova szeretne meghívni, vagy meg is fog hívni, abba az irányba néz, és ez is egy ilyen sorsdöntő valami, hogy ezt nem lehet elkerülni. Ő szeretne egy új kezdetet, mert érzi veled tényleg, hogy ez egy nagy szerencse, meg érzi ő is irántad, hogy valami módon, hogy nem tud téged elfelejteni, hogy minden reggel ott vagy az eszébe, és minden este ott vagy az eszébe, akár mi van itten. És szeretne egy új irányszakba menni veled, hogy egy új irányba indulni veled. A tudattalattiába ott van, hogy na, gyerünk, induljunk, mikor is ez a gúj, az mindig, hogy mikor repül már, az olyan, hogy várja a pontos időpontot, és kicsit huncutság, meg okosság is itt van, hogy úgy titokban lehet, hogy megbújva lesi a helyzetet, hogy mikor is jöjjön irányodba. Hát te is nagyon szeretnéd, hogy ez a vágyad teljesüljön, és szeretnéd tényleg, hogy egy döntés itt, egy út az irányadba beinduljon, és ez egy rossz érzést csinál neked, mert úgy valamit érzel, egy titkot itten, amit még úgy nem tudsz, és ez tényleg neked olyan rossz érzést csinál, mert érzed, hogy ott van még valami, de nem tudod, hogy mi, és ezt el kellene, hogy engedjed, és hogy jobban higgyél a dolgokba, mert úgy látom, hogy így még mindig akkor keresel valamit, itt ez a labirincs, ez mindig azt mutatja, hogy még te ide-oda keresed, még nem találtad meg a nyitját az egésznek. És itt vannak az a sarl, ez mindig a megbántásokat szimbolizálja. Minél jobban ebbe az energiába beleadod magadat, hogy itt van egy titok, én ezt nem tudom, hogy miért, a miértre nem kapsz így se, úgy se választ, annál nagyobbak a megbántások. És fontos, hogy önmagadhoz hű legyél, elengedd a maszkot, és magaddal törődj, hogy jó érezd magad a házadba, jó érezd magad a lakásodba, a bőrödbe, önmagad jó érezd. Nézzük a lélektársadnál mi van. Hát nála igen, még itt egy blokk van, ami a lélektárs kapcsolatot illeti, a pénzzel kapcsolatos dolog. Persze a pénzzel kapcsolatos, meg a munkával kapcsolatos. De ez az egész alakulni fog, de ő még nem találta meg
a pontos időpontod, nem szeretne valami téves hibát csinálni, és ezért még nagyon odafigyel, meg kivilágít, megnagyít mindent. Az úgy van például, hogy el kell olvasni az apró betűket is egy szerződésen, nem csak a föliratot is. Ő is így van, hogy nem akar tényleg egy hibát tenni, ki akar még valamit lehet várni, egy kis időre van még szüksége, de én úgy látom, hogy ő tudja, hogy igen, ő a te lélektárs, és nagyon mély érzései vannak irántad, valamint nagyon sok családi témát már meggyógyított. Na nézzük, miért gondolod, hogy van-e itt még valami másik nő? Arra rakunk egy kártyát. Most mi csinálja az neked ez a titok, ezt a rossz érzést? Mit kell, hogy elengedj? Milyen megbántások? Milyen maszk? Nézzük ő nála ezt a ravasságot, ezt, hogy mit is néz, mi van itt még blokkolva, pénzzel kapcsolatos, a pénzre is rakunk, meg hova figyel még ő oda, meg mennyi időre van még szüksége. Nézzük, mit csinál neked egy rossz érzést? Lehet, hogy még házas vagy, lehet, hogy te vagy házas, ez a komoly kapcsolat csinál neked rossz érzést. A titok valami titkos levél, vagy te írtál neki egy titkos levelet, vagy ő írt egy titkos levelet, lehet, hogy az játszik itten szerepet. Valamint el kell, hogy engedjed a félelmeidet. A hold az mindig a félelmet szimbolizálja. Valamint ez a labirincs, meg ezek a megbántások, ez csak gondolatban van neked, hogy nagyon sokat gondolkodsz rajta, és ezt fejleszted, ezeket az érzéseket. A maszkot el kell, hogy engedj, és legyél hű tényleg hozzá. Valamint a feleség, hát úgy látom, hogy te nagyon félsz még, hogy vagy szereti azt a másik asszonyt, vagy van neki egy felesége, akit még szeret. Ez neked a tudatalattidban egy nagy téma. Nézzük csak, mi van itt ezted, hogy lessi, hogy a következő lépést mikor is tegye meg, hogy ez pedig úgy gondolja tényleg, hogy ő tényleg valami bölcsességet hoz a múlt életből, hogy ezt nem lehet megtanulni, azt ő tudja pontosan, hogy mikor is fogja a következő lépést irányodba tenni. A pénzzel kapcsolatban az jött ki, hogy ez is alakulni fog, hogy szívből szívbe mindenre adódik egy megoldás. A híd az mindig egy olyan megoldás, átlépés, ez nagyon pozitív, és a vonzalom véget vannak itt a blokkok, szóval, hogy akárhogy szeretné ezt lenyomni, vagy akár mi van az életében, a vonzalom ez föloldja ezt a blokkot, és ez dolgozni fog önmagán. Mint ahogy látod a nagyító, hát lehet, hogy a távolság játszik itt egy nagy szerepet, te nálatok. Idő kell még rád, még családi témák vannak, amiket még meg kell itten oldani. Kérünk neked egy kártyát, meg neki egy kártyát ebből a szív kártyából, a Liebesorakel Amor üzenete, szerelmi üzenet. Egyet te neked, egyet ő neki. Mit üzen a te szíved ő neki? A te szíved azt üzeni ő neki, hogy örökre, ti örökre megvagytok egymással áldva. És mit üzen az ő szíve te neked? Te jobban vagy szeretve, mint ahogy te ezt el tudod képzelni. Gondolj arra, hogy én téged szeretlek. Ami összeköt benneteket, a megbocsájtás. Bocsáss meg, és engedd el. Az élet az túl rövid, hogy elrontsuk. Ez volt az üzenet. Remélem, ez tetszett neked, el tudtad fogadni, rezonáltál vele. Ha így volt, örülök, köszönöm, hogyha lájkoltok, és annál jobban örülök, hogyha legközelebb szintén velem tartotok. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, szép estét kívánok nektek, sziasztok, Valéria.